játékokat, a padokat és a nemrég ültetett bokrokat is megnézte a Világos Magyarország verseny zsűrije a Berzsenyi utcai vizes játszótéren. Kispest ugyanis az idén tematikusan ezzel a projekttel nevezett a Magyar Turisztikai Ügynökség környezetszépítő pályázatára. A 2018-ban átadott ingyenes játszótér egyedüli a fővárosban, 9 játékával Budapest legnagyobb vizes játszótere. Egyebek mellett világítótorony, csúszda, kalózhajó, spriccelő tengeri csillag, patakmeder zsilipekkel, párásító delfinek és sarazós, homokozós rész is várja a gyerekeket. Így a 2 éves kicsik és a 14 éves kamaszok is jól szórakozhatnak itt. Éppen ezért a vizes játszótér nagyon népszerű a kispestiek körében, de a környező kerületekből is sokan járnak ide. A majdnem 4000 négyzetméteres területen van biciklitároló és ivókút is. Mindenről a házigazdák, Vincek György és Varga Attila alpolgármesterek, valamint Tihi Judit, a zöld programiroda vezetője is beszámoltak a zsűrinek. Megmutatták a környező zöld területet is, amely 800 cserje, 100 évelő növény és 10 fa ültetésével újult meg. Elmondták azt is, hová terveznek még fákat ültetni, hogy nagyobb legyen az árnyékos terület. Dr. Csemez Attila professzor, táj- és kertépítészmérnök, a szervező bizottság tiszteletbeli elnöke azt mondta, az idén elsősorban önkormányzatoknak hirdették meg a Virágos Magyarország versenyt, ami valójában sokkal több, mint egy megmérettetés. Én szívesen használom a mozgalom, környezetszépítő mozgalom kifejezést, mert ugyan verseny meghelyezettek is lesznek, de annál szerencsésebb, hogyha ebben a mozgalomban minél többen részt vesznek. Én annak örülök nagyon, amikor olyan kis települések polgármesterével évről évre találkozom ki. Megnéztük ám, hogy ki volt tavaly az első. Tényleg, tehát rengeteget tanulnak, igyekeznek, és végső soron az a beruházás, ami egy településen, a zöldügyben történik, az ott marad. Úgyhogy, és az egyértelműen a közösséget szolgálja. A szakmai megbeszélésen, amelyen részt vett Burány Sándor országgyűlési képviselő és Bogó Józsefné az Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke is, Kispest egyéb zöld fejlesztéseiről is szó volt. Vincek György alpolgármester elmondta, hogy a fővárosban Kispesten alakította ki legelőször közösségi kertet a panelházak között, és azóta újabb 3 létrehozását is kezdeményezték a civilek. Sorra alakulnak különféle közösségek zöld témában, és az itt élők egyre érzékenyebben reagálnak egy-egy zöld területet érintő problémára, fejlesztésre. Varga Attila a kerületi zöld programok felügyeletével is megbízott alpolgármester arról beszélt, hogy az elmúlt évek egyik fontos kezdeményezése volt az a pihenőpark, amely a Vakbottyán utca és a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi út között, a Kúttó erdőben, a Kispesti Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő ZRT, valamint az állam közös összefogásában valósult meg. A jövő tervei között a főutca zöld fejlesztését említette. Erre azonban még forrást keresnek, mert, mint mondta, az idén sem a pandémia, sem a kormányzati megvonások nem kedveztek a fejlesztéseknek. Ebben a költségvetési helyzetben a fenntartás most a leglényegesebb szempont az önkormányzat részéről, hogy ugyanazt a szép környezetet kapják a kispestiek, ami eddig volt, úgyhogy a fejlesztés az sajnos a későbbi időszakra fog majd vonatkozni. Támogatja a kerületi zöld programokat Kispest országgyűlési képviselője is. Burán Sándor fontosnak tartja, hogy minél több projektről tájékozódjon, mert, mint mondta, így tud segíteni is. Hogyha az ember mindenhol ott van, ahol csak lehetséges, minél több információval rendelkezik, akkor jönnek el azok a pillanatok, amikor ez csak kiderül, hogy konkrétan tud segíteni. Ezt nem lehet előre tudni. 10-ből lehet, hogy csak 1 eset, de hogy melyik az az 1, azt nem lehet akkor tudni, amikor mind a 10-re elmegyek. Ezért igyekszem minden olyan kerületi rendezvényre elmenni, ahol egyrészt én jutok információkhoz, közvetlenül a lakóktól, vagy a kerületi önkormányzati képviselőktől, a polgármesterektől adott esetben, illetve hogyha szembe jön az a szituáció, amikor kiderül, hogy egy konkrét, hogy be tudok segíteni, akkor kapásból ezt az ember meg tudja tenni, nem kell utólag keresgélni hozzá az információkat. Tehát ez egy olyan sziszifuszi munka, ha úgy tetszik, ami nekem egyrészt biztosít egy folyamatos jelenlétet, hogy ismerkedjek azokkal a hétköznapi problémákkal is, amiket az országgyűlésből nem biztos, hogy látni lehetne, és ezek az információk fontosak akkor, amikor eljön egy olyan pillanat, amikor az én szavam számíthat abban, hogy a kerületnek miből mennyi jut. Kispest, ha teheti, részt vesz a Virágos Magyarország versenyen. 2013-ban elnyerte a fődíjat, 2014-ben pedig külön díjat kapott. A Magyar Turisztikai Ügynökség az idén 28. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország versenyt. A kezdeményezés 1994 óta változatlanul népszerű,
évente több mint 300 települést mozgat meg.